Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket! Először is nagyon csodálatos, boldog, varázslatos új évet szeretnék kívánni mindenkinek. Kívánom, hogy minden vágyunk valósuljon meg úgy, ahogy szeretnénk ebben az új évben, úgy, ahogy nekünk a legjobb. Örömökben, szeretetben, szerelemben gazdag, bőséges új esztendőt kívánok! Ebben a videóban szerelmi üzeneteket nézünk meg a január hónapra, és most több kártyát is kihúztam. Olyan módon húztam most ezeket a kártyákat, ahogy az egyéni elemzéseknél egy-egy hónapot szoktunk megnézni. Pluszban még megnézzük a párodnak az érzéseit, gondolatait, mire lehet tőle számítani, illetve merre tart a kapcsolat ebben a hónapban. Ezek általános iránymutatások, ezt vegyétek figyelembe, nem vonatkozhat egyformán mindenkire, kell hozzá, hogy egy kicsit lefordítsd a saját élethelyzetedre, és azt vedd belőle figyelembe, ami ténylegesen úgy érzed, hogy hasznos a számodra. Hogyha kevésnek érzed, akkor érdemes egyéni tanácsot kérni. Ezt a videó alatt e-mail címen, vagy a varázslatos tarot üzenetek anitól Facebook oldalon keresztül tehetitek meg. Ha blokkot, elakadást éreztek, amiben úgy érzitek, hogy segítségre van szükség, akkor kérhettek a Healing konzultációt is. Ez egy csodálatos és nagyon hatékony, kiméletes módszer arra, hogy feloldjuk a negatív érzéseket, hitrendszereket, illetve tovább tudjunk lépni, el tudjuk engedni a múltat, azt, ami már nem szolgál minket át tudjuk alakítani a negatív érzéseket pozitívvá, és hát blokkokat, elakadásokat tudunk feloldani vele. Regressziós utazásra is jelentkezhettek, ilyenkor visszamegyünk az előző életekbe, és megnézzük azt, hogy az életed mostani szereplőivel milyen kapcsolatban voltatok előző életekben, milyen feladatot hoztatok át erre az életre. Ha ez valakit érdekel, erre is várom sok szeretettel a jelentkezéseteket. Hogyha írtok, nekem türelmet szeretnék kérni, változatlanul nagyon sok üzenet érkezik, és nem tudok azonnal válaszolni, de mindenkinek fogok. Kérhetitek az egyéni elemzéseket a Healing letöltésekkel is, a letöltésekkel meg tudjuk erősíteni az, ami pozitív, illetve tudjuk oldani, ami negatív akkor ezek után nézzétek meg ezt a három kártyacsomagot, gondoljatok a szerelmetekre, a kedvesetekre, a párotokra, illetve a január hónapra, a kapcsolatotokra, és utána válasszatok egyet. akkor hogyha sikerült választani. Akkor megnézzük az elsőt. a, az általános energiáját a hónapnak, ezt az akasztott ember kártyája mutatja. Az akasztott ember kártyája az mindig egy olyan kiszolgáltatott helyzetet jelent, ahol igazából nem mi vagyunk azok, akik diktálják a tempót. Ezen a kártyán is egy szabadalom művészt látunk, aki nyilván nagyon sokat gyakorolt azért, hogy ezt a mutatványt be tudja mutatni a közönségnek, és egy nagyon nehéz helyzetet jelent. Viszont azt is feltételezi, hogy ez sikerülni fog neki, mert már nagyon sokat tett azért, hogy ezt meg tudja tenni. Egy olyan fajta helyzetet mutat általános energiaként ez a kártya, amikor azt érzed, hogy itt már valami nagyon kellene, hogy történjen, valamilyen változás, hogy kiszabadulnál ebből a helyzetből, és elindulnál valamerre a megoldások keresése nagyon lényeges lehet most és hát az érzéseid szerint szeretnél lépni ebből a helyzetből. Viszont azt is mutatja, hogy nem nagyon változik, változatlan ez a helyzet, és ahhoz, hogy tudjon változni ez a helyzet, elsősorban a gondolataid kell megváltoztatni. Nem szabad, hogy benne maradj a kétségek között. Most már meg kell találnod ebből a a kiutat, meg kell találni azt a megoldást, ami megengedi, hogy változzon ez a helyzet, ami utat tud nyitni ahhoz, hogy megváltozzon a helyzet, és hogy meg tudjátok élni az érzéseket. Nagyon stabil ez a kapcsolat, és nagyon sok érték van ebben a kapcsolatba, de nagyon sok benne a hátráltató tényező is, és a leginkább, amire felhívja a kártya a figyelmet az, hogy, hogy ne legyenek kétségeid. Hogy az érzelmeidet, és a, a logikus elme, amit diktál, tehát érzelem és értelem, hogy ezeket, a, ezt a kettőt ezt hozd egyensúlyba, ez tipikusan uh, mutatja itt a kardok kettes lapja, ez az eszemre vagy a szívemre hallgassak állapotot, hogy hogyan tudnék kilépni ebből a helyzetből, hogyan tudnám megtalálni azokat a változtató tényezőket, amik aztán megmutatják azt, hogy uh, hogy merre tovább, hogy mi a megoldás, hogy tudjon tovább fejlődni ez a kapcsolat. Az, hogy értékek vannak benne, az teljesen nyilvánvaló, Viszont az is, hogy itt nagyon nagy változásra nem igazán van lehetőség a január hónapban. Olyan hírek viszont érkezhetnek, amik pozitívak, amik örömteliek, és amik megerősítik még jobban az érzéseidet. Arra érdemes figyelni még, hogy ne menj bele nagyon a negatív spirálba, mert az nagyon erőteljes hangulat ingadozásokat tud hozni. És az nem jó ez az egyszer fent, egyszer lent állapot, amikor egyszer úgy érzed, hogy nagyon jó minden, utána pedig jön az elkeseredés, hogy úgysem lehet jobb, hiszen ott vannak a kétségek. Számtalan megoldási lehetőség van, azt is mutatja a kártya, de ehhez le kell tenni ténylegesen a, a belső vívódást, a, azt a harcot, amit magadban a gondolataid által is meg tudsz vívni saját magaddal, hiszen külsőleg nem látszódnak azok a változások, amik esetleg már ott a, a felszín alatt érnek, amihez a gondolataidat is felül kell vizsgálnod, az eddigi hozzáállásodat is felül kell vizsgálnod. Az ő érzései, Kejhek négyes és a Botok hetes lapja jött ki. A Kejhek négyes az a csalódottságot és a megrekedtséget mutatja. Többet, sokkal többet szeretne, de valamiért védekező Állásponton van. Valamiért nem mutatja ki ezeket az érzéseit, <kül> úgy érzi, hogy meg kell védenie az érzéseit. Viszont sokkal többet szeretne érzelmileg, mint ami most van a kapcsolatban. Az Akasztott ember lapja mutatja, illetve a Kardok kettes lapja a gondolatokat, hogy Valamiért nem tud tovább lépni, és ezért van benne ez a védekezés, hogy meg kell védeni azt a helyzetet, amiben benne van. Ez azt is jelentheti egyébként, hogy nem mutatja ki az érzéseit, azért, mert védekezik. Mert hogyha kimutatná az érzéseit, akkor lehet, hogy sebezhetővé válna ezáltal. A gondolatainál a kelyhek kettes, illetve az érmék apródja van gondolataiban ott van, hogy megmutatni az érzéseket, az igazi kapcsolódás, hogy létre tudjon jönni, illetve terveiben ott van az is, hogy ténylegesen tudjatok találkozni, és hogy együtt tudjatok lenni, és egy új meg tudjon indulni. De ez a kejhek négyes lapján azért még a megrekedtség van, tehát érzelmileg nem tudja azt, hogy hogyan, lehetne létrehozni ezt a, akár a találkozót, és ott van benne az a nagyon erőteljes védekezés is, ami miatt azért ez nem biztos, hogy létre tud jönni. És hogy mire lehet számítani tőle, itt az érmék kettes és a kejhek ász alapja jött ki, az érmék kettes, ez itt egy ilyen aktív mozgást mutat, és ott van azért a kardok kettes is két kettes lap, tehát azért ott a kettősség benne van a kapcsolatban. Viszont itt azért cselekvésként azt jelenti, amikor beleugrik a, a lehetőségekbe, és ezáltal elindulhat egy új. Tehát egy nagyon ö, nagy változás is jöhet, amit itt azért a, a botok 8-as lapja is jelez, hogy kimutathatja az érzéseit, és ezáltal jöhet létre egy új szakasz, ami egy teljesen új szakaszt jelent ebben a kapcsolatban. Ami meg tudja erősíteni ezt a kapcsolatot. Ugyanakkor az érmék kettes az a változékonyságot is jelenti, hiszen azért itt, itt látszik, hogy itt az örvénybe ugranak bele, az ismeretlenbe ugranak bele, és a kettes lap az mindig a kettősséget is jelenti. Tehát egy ilyen kicsit kiszámíthatatlan viselkedést is jelent a részéről de valami érzelmeken alapuló új szakasz kezdődhet meg itt ebben a hónapban. Ez mindenkinél a mostani állástól függően lehet új, tehát aki még eddig mondjuk külön voltak, akkor most létrejöhet a találkozás, vagy elkezdődhet a beszélgetés, akik együtt vannak, ott megindulhat egy újfajta kommunikáció, vagy egy magasabb szintű kapcsolódás jöhet létre. És hogy mire lehet számítani kimenetelként ebben a hónapban? Ez a csillaglapja, illetve a, a botok 9-es lapja jött ki. Hát egy nagyon nehezített utat jelent ez a két kártya együtt, viszont az álmaitok felé tudtok menni. Az álmok vágyak megvalósítása felé áldozatot is érdemes hozni érte, és itt azt nézd meg, hogy részedről mi ez az áldozat. Ott van az elején általános energiaként az akasztott ember, magad is érezheted áldozatnak, a helyzetet is érezheted áldozatnak, illetve, hogy nem olyan gyorsan haladnak a dolgok, azt azért mutatja itt az érmék királya, és ez nehéz lehet a számodra, de mindig érdemes ezt az áldozatot vállalni, hiszen itt azért az új megindulása is benne van ebben a kártyában. Egy új szakasznak a létrejötte is, bár ő úgy érzi, hogy nehezített a helyzet, és elégedetlen a mostani helyzettel, de talán pont ezért tud majd lépni az irányba, hogy hogy beleugrik még akár az ismeretlenbe is, és úgy tud elindulni ez a kejhek ásza által mutatott helyzet. Az biztos, hogy nehezített ez a hónap ebben, viszont érdemes felvállalni a nehézségeket, itt azt mutatja a kártya. Ez volt az első kártyacsomag. Nagyon-nagyon szép januári hónapot kívánok nektek. Szerelemben, szeretetben gazdag hónapot. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor nézzük a második kártyacsomagot. Az első kártya mutatja az általános energiát, és ez a mértékletesség vagy kiegyenlítődés lapja. Ez a kártya mindig egy nagyon lassú változást mutat, illetve mellette a kejhek lovagja azt jelentheti, hogy valamiféle közeledés várható, ami nagyon pozitív, de egy nagyon lassú, tehát tényleg egy olyan lassú átalakulás, amikor visszanézünk, akkor veszük észre, hogy itt bizony volt valamilyen változás. A botok apródja a következő kártya, és az is azt jelenti a közeledést, itt látszik, hogy ajándékot visz a lánynak ez a fiú, és még nem tudja, hogy milyen lesz a fogadtatása ennek, de nagy a lelkesedés benne, és megteszi az első lépéseket. Ezek nagyon apró lépéseket is jelenthetnek, de pozitívak. Ugyanakkor ott lesznek ezben a hónapban is a félelmek, itt ahogy mellette látszik, hogy szinte kergetik ezt a lányt a saját félelmei, szinte szörnyekként kergetik. És itt ez a kártya arra figyelmeztet, hogy figyelj oda, hogy ne a negatív érzéseid uralkodjanak el rajtad. És hát a negatív érzések azok ettől a, a félelmetes gondolatoktól tudnak felerősödni. Amikor szinte álmodból fölébredsz, és akkor is az jut eszedbe az az aktuális gondolat, ami negatív a számodra, és ezzel ilyen negatív spirálba is bele tudsz menni. Elsődleges feladat lehet az, hogy ne a negatívra gondolj és összpontosíts, hanem a pozitívra, és ez a gondolataidnak az átértékelésével, átalakításával lehetséges elsősorban. Ha a gondolataidat át tudod alakítani, a gondolkodásodat, illetve a hozzáállásodat, akkor tud Létrejönni egy ilyen lassú pozitív átalakulás, ami egy külső-belső átalakulást is jelent, ami a kiegyenlítődés lapja, amikor harmóniába tudsz kerülni az érzéseiddel. Közeledés is várható a kedvesettől feléd, elmozdulás is várható, de ezek még nem a stabil és nem az állandóságot hozzák a kapcsolatban. Jobban megnyílhat érzelmileg, lépéseket is tehet felé, de ezek nagyon apró és kicsi lépések. Egy kalandnak a lehetősége is ott lehet, viszont még ott van a korlátozottság, ez a kardok nyolcas állapot, amikor azért eszedbe jut az, hogy mi lesz, hogyha valami rosszul alakul. Olyan körülmények is lehetnek, amik félelmekkel töltenek el, és amik azért akadályozzák azt, hogy kialakuljon ez a harmonikus egyensúly. Illetve az érmék hetes lapja az a várakozást jelenti, ugyanúgy, mint a kiegyenlítődés lapja is. Tehát biztos, hogy ebben a hónapban türelemre lesz szükség ahhoz, hogy ezek a kis apró lépések, ezek az apró változások tudjanak beérni, tudjanak megvalósulni. Amikor. Türelemre van szükség, általában az, az nehezített szokott lenni, és az is egy ilyen kiegyensúlyozatlanságot tud okozni, sőt, az is lehet félelmetes, mert hát ugye nem a biztosat tudod, nem arra vársz, amit biztosan tudod, hogy bekövetkezik, és ez egy önmunkát is jelent, hogy saját magadon dolgozz addig, és saját magadban ki tud alakítani az egyensúlyt, a harmóniát. Nézzük az ő érzéseit. Itt ez az érmék lovagja, illetve az érmék ötös lapja. Az érmék lovagja is egy nagyon lassú közeledést jelenthet, illetve érzésként az, hogy ő úgy érzi, hogy hogy majd fog haladni ez a kapcsolat, nagyon sok érték van a kapcsolatban, ajándék van számára a kapcsolatban, de akadályoztatva érzi magát, kiszolgáltatva érzi magát egy helyzetben, ami miatt most nem tud lépni. Az érmék ötös lapja az érzésként mindig azt jelenti, amikor azt érezzük, hogy nem rajtunk múlik valami, amikor azt érezzük, hogy a külső körülmények miatt ki vagyunk szolgáltatva egy helyzetben, és hogy ezért nem tud ez a, a lassú előrehaladás felgyorsulni, illetve nem tud változtatni ezen a helyzeten. Persze mindig van megoldás, és mindig van segítség erre a helyzetre, de ezt a másik ember helyett nem tudjuk megtalálni, ezt neki magának kell, de érzésként sokkal többet szeretne tőled, sokkal közelebb szeretne kerülni hozzád, mint amilyen közel tud ebben a hónapban kerülni. A gondolatai, a szerencsekerék, illetve a holdlapja, hát ezen is látszik a bizonytalansága. A szerencsekerék az a változást jelenti, azt, hogy úgy gondolja, hogy itt most már nagyon nagy fordulat kell, hogy bekövetkezzen, viszont nagyon bizonytalan, és vannak félelmei ezzel kapcsolatban, hogy ez létre tud-e jönni. És ez valószínű, hogy az ő kiszolgáltatott helyzete miatt van ez a gondolkodás. Mert azt érzi, hogy most ebben a helyzetben ő nem tud tenni, amiben van. Nem tud változtatni azon a helyzeten, amiben van, és hát olyan gondolata is lehetnek, hogy ehhez valami varázslatos dolognak kell történni, ami rajta kívülálló, amiben ő nem tud aktívan részt venni, és akkor tudna megváltozni ez a helyzet. Nagyon sok érték van a kapcsolatban számára amit azért az általános energiáknál is látszik, viszont nagyon sok a visszatartó erő is. Aztán érezheti egyszer, hogy nagyon jól halad minden, aztán utána annak az ellenkezőjét is, és nagyon sokszor ezért lehet kiegyensúlyozatlan, és ezt te érzékelheted úgy, hogy egyszer közeledik, aztán pedig inkább távolodik, és inkább távolságtartó. Hogy mire lehet tőle számítani, hát itt a botok 10-es, illetve a botok 2-es lapja jött ki, hát egy nagyon nehezített helyzet, amiből ő próbál szabadulni, próbál döntéseket meghozni, de a bizonytalansága miatt ez nem valószínű, hogy tud sikerülni. Döntéshelyzet előtt áll, és nagyon nehezen viseli ezt a helyzetet, nagyon nagy teherként viseli ezt a helyzetet, és hát egyfajta bizonytalanságra lehet tőle számítani. Nem tudod az állandóságot megkapni tőle, a stabilitást. Vannak érzései, értékesnek tekinti a kapcsolatot, de legalább olyan negatívak azok az érzések, amiket átél, hogy ki van szolgáltatva a helyzetének. És ezért van ott ez a várakozás, ez az érmékhetes lapja. Tehát jelentős változások nem várhatók a kapcsolatban, és pontosan ezért lehet ott ez a kardok 8-as állapot is, amivel érdemes majd foglalkoznod hogy ne legyenek benned félelmek, azért, mert benne félelmek és bizonytalanságok vannak. Te attól még legyél harmonikus állapotban, egyensúlyban. És az általános kimenetele a hónapnak kardok tízes lapja, illetve az erő lapja jött ki. Szükség lesz a lelki erőre, a fizikai erőre, és arra, hogy azon a csalódottságon, hogy nem úgy alakul ez az egész helyzet, ahogy azt te szeretnéd, hogy azon túl tudj lépni. Találd meg a segítséget, hogyha nagyon negatívan érzed magad, hogyha az az élethelyzet nem olyan jó, találj segítséget rá, mert meg tudod keresni, és fel tudsz állni abból, ami nem jó neked, ami egyensúlytalanságot okoz. És azt is mutatja a kártya, hogy hogy ne add fel, mert várni kell, ne add fel, mert nehéznek tűnik a helyzet, hanem tegyél meg mindent, ami tőle telik. Ez a fegyelem és önfegyelem is benne van itt ebben az erőlapjában, mert az is szükséges ahhoz, hogy kitartó tudj lenni, hogy amit szenvedélyesen szeretnél, hogy az meg tudjon valósulni, ahhoz te kell lesz, és a negatív gondolataidat Elsősorban átalakítani, illetve az egyensúlyt, a harmóniát megvalósítani a mindennapi életedben, attól függetlenül, hogy ő mit tesz, vagy mit nem tesz. Nem igazán úgy alakulnak az események, ahogy te azt szeretnéd. Ez inkább arra vonatkozik, hogy te gyorsabban szeretnéd, hogyha haladnának a dolgok. Te gyorsabban szeretnéd azt, hogy már eredményes legyen ez a kapcsolat, és ez csalódást okozhat, hogy ez nem tud így bekövetkezni. Ehhez kell az, hogy az ő saját élethelyzetét azt tudja változtatni, hogy azokat a terheket, amik most a vállán vannak, azokat le tudja tenni, és döntéseket tudjon hozni. Neked viszont itt az a feladat, hogy saját magaddal foglalkozz, hogyha ez neked csalódást okoz, akkor megtalálni annak a módját, amivel harmóniába, egyensúlyba tudod hozni magadat. Ez volt a második kártyacsomag. Nektek is nagyon-nagyon szép, szerelmes január hónapot kívánok, és kívánom, hogy minden úgy valósuljon meg, ahogy szeretnétek. Köszönöm szépen a figyelmet! És akkor nézzük a harmadikat. A, az első kártya az uralkodónő lapja. Az uralkodónő az egy lassú gyarapodást jelent a kapcsolatban. Ez a fő energiáját mutatja január hónapnak. Illetve a türelem, a kivárás is benne van, hiszen hát az uralkodónő nagyon kreatív, megtesz mindent, uralja a saját életét, vezeti a saját életét, de ugyanakkor. Ki is várja az eredményeket? A családnak nagy szerepe lehet januárban, most a te életedben is, illetve a párod életében is, hogyha közösen van családotok, akkor akkor ugye a gyerekekkel való kapcsolat. Hogyha ha külön vagytok még, akkor az ő családja, illetve a te családoddal való kapcsolatnak az ápolása, az külön-külön is benne van ebben a kártyában. Egyfajta elindulás történik meg a kapcsolatban új lehetőségek felé. Ha eddig a párod nem lépett feléd, akkor most elképzelhető, hogy elmozdulás lehet, és ebben megláthatjátok az ígéretes új lehetőségeket is. Azt is mérlegelheted egyébként, hogy te teszel lépéseket a párod felé, vagy az is benne lehet, hogyha nem halad úgy a kapcsolata, ahogy szeretnéd, akkor mérlegeled azt, hogy eltávolodni. Hogy hátat fordítani, hogy új utak felé menni. De itt az uralkodón lapja, illetve az érmék 9-es lapja is azt mutatja, hogy nagyon sok érték van ebben a kapcsolatban, de nem haladnak úgy a dolgok, ahogy szeretnétek. Tehát egyfajta megrekedtség van, ami most változhat. Amikor lehetőség adódik, hogy ez változzon, ez a helyzet, hogy el tudjatok indulni, hogy meg tudjátok tenni az első lépéseket. Ehhez kell, hogy egyensúlyba legyél, hogy nyugodt legyél, harmonikus legyél, tudj kikapcsolódni is, és hogyha. Ha nehezített ez a helyzet, mert azt érzed, hogy nincs olyan közel hozzád a párod, vagy nem úgy viszonyul hozzád, vagy nem annyira gyorsan alakulnak az események, akkor is a te életednek a királynője, a vezetője tudjál lenni. Ez nagyon lényeges. És vedd észre a lehetőségeidet arra, hogy jól érezhess magad. Ez most függetlenül attól, hogy hogy áll a kapcsolat hogyha nem veszed észre a lehetőségeket, akár a változtatásra, a változásra való lehetőséget, akkor az nem is tud majd bekövetkezni. Legyél egyensúlyban, a munka, a kikapcsolódás, foglalkozz magaddal, nézd meg azt, hogy mi az, ami téged kikapcsol, ami harmóniát tud okozni benned, és legyél is azért, hogy jól érezd magad. Nézzük az ő érzéseit, a szerelmed, a szeretett személy, a párod érzéseit. Ez az igazság lapja és a diadalszekér lapja jött ki. Úgy érzi, hogy most már döntést kell hoznia. Lehet, hogy önmagában is vívódik azon, hogy milyen úton induljon el, hogy merre felé induljon el, és a legigazságosabb döntést szeretné meghozni. Egyben a diadalszekér azt is jelenti, hogy úgy érzi, hogy már eleget azért, hogy most már el is tudjanak indulni a dolgok, hogy beinduljon közöttetek igazából ez a kapcsolat, hogy fel tudjátok vállalni mindketten a kapcsolatot. És mellette a gondolatai, a kelyhek tízes, illetve a napkártyája is azt mutatja, hogy úgy gondolja, hogy itt a felvállalt érzések már nagyon fontosak lennének, hogy úgy tud megindulni egy új, és úgy tud igazából létrejönni az az új szakasz az életetekben. Sokaknál itt a házasság gondolatát jelentheti, hiszen hát itt egy esküvőt látunk ezen a Kejhek 10-es kártyán, tehát a teljes elköteleződésről gondolkodik, viszont ehhez lehet, hogy még jogi lépéseket is tennie kell, vagyis hogy itt a vállás is szóba jöhet, hogyha van a, a kedvesednek még elkötelezett kapcsolata, és most... Ebből úgy érzi, hogy már ki tudna lépni, és el tudna köteleződni feléd, és ezzel egy teljesen új szakasz indulhatna. És hogy mire lehet számítani tőle, a Botok királynője, illetve a Botok ötös lapja, Hát itt látszik, hogy nagyon nagy elszántság van ezen a botokötös lapján. Itt készül betörni ezt a falat, ezt a befalazott ajtót, illetve hát a botok királynője is a tevékeny királynőt jelenti, aki lelkesen tesz azért, hogy előre tudjon haladni, aki megtesz mindent, hogy az ő akarata érvényesüljön. Tehát a cselekvő erőről szól, és nagy valószínűséggel fog olyan lépéseket tenni a párod, ami lehet, hogy úgy érzi, hogy nagyon nehezített, hiszen azért ez sem egy könnyű érzelmet jelent itt az igazság, illetve a diadalszekérlapja, de számíthatsz tőle cselekvésre. Tehát számíthatsz arra, hogy olyan lépéseket tesz, vagy meghoz döntéseket, ami előre mozdítja ezt a kapcsolatot. Nehezített helyzet egyébként, és kihívásokkal teli helyzet, amit itt mutat ez a kártya, de az új lehetőségek teljes mértékben benne vannak. Neked pedig a fő feladat itt az, hogy a saját egyensúlyodat kialakítsd, és tud élvezni ezt a folyamatot is. Lehet, hogy nem olyan gyors, mivel itt érzésként azért ott az igazságlapja, tehát a döntés előtti állapot, viszont már történhet előrelépés az ő részéről, amit lehet, hogy nagyon nehéznek érez, de felvállalja úgy tűnik a kihívást. És mire lehet számítani energiaként? Az érmék ásza és a végítélet lapja jött ki. Az érmék ásza az új kezdetet jelenti, ami nem berobban az életünkbe, tehát nem egy ilyen hirtelen változás, hanem lépésről lépésre lassan kialakul. Egy folyamatot mutat, de nagyon hosszú távú és nagyon értékes lehetőség. És ott van a kulcs a kezünkbe, ahogy itt a kártyán is a, a főszereplő tartja ennek a szép háznak a kulcsát. Tehát rajtad is múlik, hogy élsz -e ezzel a lehetőséggel, hogy mit veszel ki ebből a lehetőségből. Itt nagy valószínűséggel ő fog kezdeményezni egy újat, attól függően, hogy hol áll most a kapcsolat, most ott lehet egy lépés, és abból jöhet létre ez az új lehetőség, ahol vannak még nehézségek. A végítélet lapja soha nem könnyű állapotot jelent, de ott már meg tudsz tenni mindent, és ha beleállsz a képességeidbe, és tudod, hogy mit akarsz, akkor már tudsz haladni azon az úton, ahol már látszik ez a, hát itt a feltámadás látszik ezen a kártyán, tehát látszik az, hogy hogy tud újjá születni ez a kapcsolat. Összefoglalva itt neked az a tanács, hogy érezd jól magad, legyél kiegyensúlyozott, lásd meg az új lehetőségeket, lépj ki a korlátozó gondolatokból, legyél te az életed középpontjában, és fognak érkezni azok az új szituációk, azok a lehetőségek, amik adják a következő lépést, és legyél nagyon kitartó, és tedd meg mindig azt a következő adódó lépést, és akkor tud elindulni az az igen értékes új lehetőség, ami már hosszú távú és kiszámítható lehet a számotokra. Ez volt a harmadik kártyacsomag. Nektek is nagyon-nagyon szép januári hónapot kívánok. Kívánom, hogy minden úgy történjen, ahogy azt tervezitek, ahogy ezt szeretnétek. Köszönöm szépen a figyelmeteket!